Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S plusz C Studio Kft. Szexárd. www.splusstudio.hu. Közúti balesetek, öten sérültek meg hétvégén Tolna megye útjain. Fejlesztés, felújítják a vízhálózat egy részét Tolnán. 2019-ben még jobb eredményeket akarnak elérni, munkatársi napot tartott a Hungária takarék. Böllérverseny, 7 csapat vágott disznót a hétvégén Bogyiszlón. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Öten sérültek meg hétvégén közúti balesetben Tolna megye útjain, összesen 17 balesetnél kellett intézkedniük a rendőröknek mindössze 48 óra alatt. A hatóság fokozott figyelmet kér a közlekedőktől. Vontató kötél lóg a kocsi mögött, a járművet az árokból kellett kihúzni, a sofőrje megsérült. A Várdomb és Szekszárd között történt balesetet valószínűleg egy útra ugró vadállat okozta. A jármű vezetője, hogy a balesetet elkerülje, járművét jobbra kormányozta, ekkor viszont elveszítette uralmát a járműve felett, és az árokba csapódott. Az útszéli bokron akadt fenn ez a másik autó Mórágy és Kismórágy között szombaton este. A sofőr valószínűleg túl gyorsan vezetett. A jármű vezetője elveszítette uralmát a járműve felett, ennek következtében járműve egy árokba csapódott. Sáros volt ennek a másik autónak a teteje, szombaton borult fel a sofőr, ketten sérültek meg. A rendőröknek ezeken kívül még 14 balesetnél kellett 48 óra alatt intézkedniük. A hatóság szakemberei azt kérik, mindenki vezessen óvatosan. Balesettel indult a hét Szekszárdon is. Hétfőn reggel az 56-os úton a város déli részén a Csap utcától nem messze két személyautó ütközött össze. Hogy pontosan hogy történt a baleset, nem lehet tudni. Valószínűleg a világos szürke kocsit vezető sofőr Várdomb irányába akart kikanyarodni, ekkor csapódott bele a fekete Toyota. A balesetben egy személy súlyosan, egy fő pedig könnyebben sérült. Semmi akadálya, hogy idén ősszel átadják Szekszárdon az új uszodát, ezzel megszűnik a sokat kritizált úgynevezett sátras megoldás, mondta Kerekasztal című műsorunkban Ács Rezső polgármester. Szekszárd a Modern Városok program egyik elemeként építhet új uszodát. Ebbe a programba tartozik még egy új sportcsarnok és egy rekreációs központ. Ezeknek a tervezése indulhat idén. Ennél előrébb tart a Könyvtár és Tudásközpont, aminek a kivitelezési közbeszerzését már tavasszal kiírhatják. A Gemenci Ökocentrum átadását pedig 2021-re tervezik. A szállodáról egy tanulmány készült, ezt jelenleg a turisztikai ügynökség vizsgálja. Ez szerint egy 4 csillagos, 80 szobás hotel épülhet Szekszárdon az E-épület helyén. A városnak komoly problémát jelent az építőipari drágulás, ami miatt több esetben plusz pénzt kell hozzátenni a már elnyert pályázatokhoz, ha meg akarják valósítani azokat. Nagyságrendileg a tavalyi évben kb. 300 millió forint olyan plusz előtt kellett hozzátenni a projektekhez, amivel a költségvetés készítésekor nem számoltunk, és ez azért egy Szekszárd nagyságrendű város esetében egy komoly kiadás jelent. Likviditásunkat ez egy kicsit megterheltelemet tudtunk oldani. Rendkívüli testületi ülésen 6 napi rendi pontot tárgyaltak Pakson a helyi képviselők. Az átmeneti költségvetés módosítása kapcsán több beruházás megindítása nem várhatta meg a február végi rendesülést, így a Vörösmarty és a Munkácsi utcai Tagovoda udvarának a felújítása is időben elkezdődhet. A Teit települések közé kérte felvételét Dunapataj, Györkönny és Madocsa, hiszen az erőműtől számított 12 kilométeres közigazgatási körzethatárba tartoznak, így 3 új taggal bővülhet a társulás, amennyiben a többi település is megszavazza. Ruider Mária lemondott képviselői megbízatásáról összeférhetetlenség miatt, a belügyminisztériumnál folytatja munkáját, időközi választás már nem lesz emiatt. Mivel választási év van, a törvény úgy rendelkezik, hogy ha január 20-a után mond le egy képviselő, akkor nem lehet már kiírni időközi önkormányzati képviselő választást, tehát Ruider Mária képviselőasszony helyét nem fogja senki betölteni az őszi önkormányzati választásokig. Megkezdték a szakemberek a Paksi atomerőmű 4-es blokkjának idei évre tervezett karbantartását. A munkálatok során kicserélik az energiaelőállításhoz használt fűtőelemeket. A folyamatot az Országos Atomenergia Hivatal felügyeli.
Felújítják a víziközmű hálózat egy részét Tolnán. A föld alatt elhelyezkedő vezetékek cseréjére a Kossuth-Lajos utcában kerül sor, emellett pedig a víztorony belső gépészeti berendezései is megújulnak. Az érintett Kossuth-Lajos utcában, miután kicserélik a csöveket, újra is burkolják az utat, erre a közúttal közösen pályázott a város, a vízvezetékek helyreállítására pedig másik pályázat biztosítja a pénz nagy részét. Gyakorlatilag erre a kettőre adnánk be, vagy fogunk beadni pályázatot, és ennek az önereje, ami 30%-os, egy ilyen nettó 13 millió forint önerőről, biztosításáról döntöttünk mi. Gyakorlatilag nem kell a bruttó árat fizetnünk, mert az erőv lesz, aki, vagy hát ő velük közösen adjuk be a pályázatot, és nettó árat kell csak önerőként biztosítani, úgyhogy azt gondoltuk, hogy 13 millió forint az ugyan nem kevés, de mégiscsak sokkal jobb, hogyha csak ennyit kell biztosítani a víziközművek felújítására. A Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület lett az év Tolna megyei civil szervezete, a két külön díj Szekszárdra került, és átadták a Bazsonyi Arany mecénás díjat is. Ha valamilyen rangos elismerésnek számító díj odaítélésekor a bőség zavara nehezíti az ítészek munkáját, akkor az mindenképpen az év Tolna megyei civil szervezete egyetlen díjának és két külön díjának odaítélésekor biztosan. De dönteni muszáj kell, aki most éppen hogy csak kimarad, az nagy valószínűséggel legközelebb már díjazott lehet. Próbáljuk kiterjeszteni, hogy minél több embert hozzunk be, minél több csoportot hozzunk be, minél több települést díjazzunk, említsünk meg ezeken a rendezvényeken. Cél az is, hogy ne csak a reflektorfényben lévő, valóban értéket képviselő, kulturális, művészeti, zenés, táncos csoportokra figyeljenek oda, hanem a társadalmilag nagyon fontos, háttérben tevékenykedő, de hiánypótló tevékenységet végzőkre is. Minden évben a díjazottak között találunk ilyet. Észreveszük azokat is, akik dolgoznak, adott településen óriási értéket képviselnek, és fontos szerepet játszanak a feltörekvő fiatalság nevelésében és tápolásában, hiszen nem. Nehéz világ van. Az év Tolna megyei civil szervezete díjat a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület kapta. Bogyiszló hírnevének öreglépésén fáradoznak. Küldetésük, hogy megőrizzék és minél szélesebb körben átadják a település hagyományait. Az év Tolna megyei civil szervezete egyik külön díját a szekszárdi Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület kapta. A Nagymúltú Szekszárdi Egyesület jelenlegi formájában közel 20 éve végez szociális tevékenységet, családsegítést, idős gondozást és nem utolsó sorban intenzív kulturális tevékenységet. A másik külön díjat a Gyöngysor Alapítvány érdemelte ki. A 10 éve működő szervezet a közösségi pszichiátria keretében segíti a mentális betegeket, hogy visszatudjanak illeszkedni a munkába, tevékenységük abszolút hiánypótló. A Bazsonyi Arany mecénás díjat az idén Rül Gizella érdemelte ki. A tolnai vállalkozó a Tolna megyei kultúra egyik legjelentősebb civil menedzsere. Közel 20 éve működteti a Tolna Art internetes portált, amely több mint 100 Tolna megyei kötődésű alkotót mutat be. Páratlan magángyűjteménye van egyébként Tolna megyei képzőművészek alkotásaiból. 250 millió forintos eredménnyel zárt a Dél-Dunántúli régióban tevékenykedő Hungária takarék. 90 dolgozó 49 millió forintnyi jutalékot vihetett haza, hangzott el a vállalat téli munkatárs napján, melyet idén Kakasdon tartottak. A szakmai napon Gáspár Csaba ügyvezető úgy fogalmazott, 2019-ben az a cél, hogy ennél is jobb eredményeket érjenek el. Megtelt a Kakasdi Faluháza Hungária takarék 230 munkavállalójával. A vállalat téli munkatárs napján 5%-os alapbéremelést lehetett nyerni tombolán, és az 500 ezer forintos pénzjutalommal járó takarék kiválóság díját is kiosztották, melyet idén a vállalatnál 15 éve dolgozó Kis Renáta vehetett át. Abszolút meglepetés, még mindig a hatása alatt vagyok. Nem gondoltam, hogy akár jelölve is leszek erre a díjra, mert számomra elvárás az, hogy az ember a napi kihívásokkal maximálisan tevékenykedjen, hiszen ez a dolgunk, ezért ülünk a helyünkön, és ezért kapjuk a fizetésünket. A Dél-Dunántúli régiót lefedő takarékcsoport tavaly 250 millió forintos nyereséget könyvelhetett el. 90 dolgozója 49 millió forintnyi jutalékot vihetett haza. Gáspár Csaba ügyvezető igazgató a szakmai napon a reményét fejezte ki, hogy 2019-ben ennél is jobb eredményeket érnek el,
és a Takarékbank módosuló stratégiája nem hat ki a teljesítményre. De az egész stratégiaváltásnak a lényege az, hogy megpróbáljuk fölvenni a kesztyűt azokkal a Magyarországon működő banki szervezetekkel, akik ma, mondjuk ki őszintén, bizony hatékonyabban, eredményesebben, a modernebb banktechnikával tudnak dolgozni már, mint mi. Egy picit elment az idő a takarékszövetkezetek mellett, országos kitekintésben mondom ezt. Zárójelben azonban beletenném, hogy mi arra nagyon-nagyon büszkék vagyunk itt Tolna megyei központtal működő Hungária takarékként, hogy egy picit talán a Hungária kivétel ebből az egész nagy családból. 2018-ban döntötte el a takarékcsoport, hogy univerzális bank alakul a takarékszövetkezetekből, és 25-30 milliárd forintos költségcsökkentési tervet hajtanak végre 2020-ig. Ennek részeként a kirendeltségek harmadát, vagyis 300 bankot zárhatnak be a közeljövőben. Tolna megyében azonban nem zárnak be fiókot, ám Bátán, Aparhanton, Madocsán és Baracson nem lesz pénzforgalmi szolgáltatás, de banki ügyeket továbbra is lehet majd ezeken a helyeken is intézni. A rákos megbetegedések egy része megelőzhető, felismerhető, ennek érdekében mi magunk is többféle módon tehetünk. Erre hívja fel a figyelmet a Szekszárdi Balassa János Kórház a Rákellenes Világnaphoz kapcsolódóan. A közlemény szerint a megelőzésben jelentős szerep jut mások mellett a zsírszegény táplálkozásnak és a testmozgásnak. A dohányzás és a rendszeres alkoholfogyasztás pedig növelheti a daganat kialakulásának kockázatát. A sikeres kezeléshez elengedhetetlen a betegség korai felismerése, amit nagyban megkönnyítenek a veszélyeztetett társadalmi csoportok számára ingyenes szűrések. Bűnmegelőzési előadást tartottak a Tamási rendőrkapitányság munkatársai a Regői Művelődési Házban. A témák között kiemelt helyen szerepeltek a leggyakrabban előforduló vagyonelleni bűncselekmények megelőzésének lehetőségei és az internet veszélyei. A program zárásaként néhány vagyonvédelmi eszközt is bemutattak a résztvevőknek. Székelyházat hozhatnak létre Bátaszéken, ahol nem csak gyűléseiket, hanem egyesületük táncpróbáit, kóruspróbáit tarthatják majd a népcsoport helyi tagjai. Hangzott el a legutóbbi testületi ülésen, ahol arról is szó volt, hogy a II. Géza gimnázium korszerűsítése hamarosan megkezdődhet. A topforrásból megvalósuló fejlesztés nemrég kapott zöld utat, a város még 2016-ban nyújtott be erre pályázatot. Ez volt a legkisebb pályázatunk, mi úgy gondoltuk, hogy ezt már el is felejtjük 2019-re, nem így alakultak, viszont most már minden technikai akadály elhárult, hogy a képviselőtestület kiválassza a kivitelezőt, aki mintegy 27 kilovattnyi naperőművet fog felhelyezni a II. Géza gimnázium épületére. Az épület üzemeltetése ugye már nem a város feladata, hiszen a tankerület látja el ezt a feladatot, de úgy ítéltük meg, hogy a mindennapi költségek csökkentése érdekében próbálunk ebben is segítséget nyújtani. A felszerelés követően rövid időn belül a villamosenergia költség lenullázódhat II. Géza gimnázium intézményben. Megváltozott hétfőtől Tolna megye szerte a falugazdászok ügyfélfogadási rendje. Az úgynevezett kampányidőszakokat, mint az egységes kérelmek beadásakor, vagy az őstermelői igazolványok kiváltásának idejét nem érintik a változások. Az Agrárkamara állandó irodái viszont a korábbinál tovább lesznek nyitva, a kihelyezett ügyfélszolgálati pontok pedig naponta legalább 3 órán átfogadják az érdeklődőket. Emellett újdonság lesz az is, hogy a kis településeken előzetes telefonos egyeztetést követően segítik a szakemberek a mezőgazdasággal foglalkozókat. A kis ügyfélforgalmú településeken, kis településeken, ahol nagyon sokszor előfordult az, hogy kint volt a falugazdász, viszont ügyfél a kampányidőszakokon kívül nem igazán nyitotta rá az ajtót, azokon a településeken már eddig is próbáltuk bevezetni, de ezután is ezen lesz, hogy igény szerint ügyfélfogadást fogunk bevezetni. Tehát ennek az a lényege, hogy a falugazdásszal előzetesen történt időpont egyeztetést követően fog tudni az ügyfél segítséget kapni. 7 csapat, köztük a 4 testvértelepülés, Csernáton, Csík-Csicsó, Törökfalu és Lic is nevezett a hétvégén megtartott Bogyiszlói Böllér Fesztiválra. A csapatok számára a disznót az önkormányzat biztosította. A cél a hagyományok megismertetése egymással, és persze a testvértelepülési kapcsolatok mélyítése. A rendezvény mára már országos hírű, idén Budapestről is neveztek a disznóvágásra. Köszönöm.
Hagyományos módon szalmával pörkölik a disznót a csernátoniak. Bogyiszlón 10 évvel ezelőtt rendezték meg először a testvértelepülések részvételével a disznóvágást. Nagyon sok olyan embert tudott ez a rendezvény maga köré hívni, gyűjteni, akik ezt tényleg szívügynek érezték, egymás hagyományait, hogy megismerjük, egymás szokásait, egymás ízvilágát, és hát miért ne, hát ugye a kulináris dolgoknak az elkészítése és azoknak a tálalása mindenképpen ez volt, és azt hiszem, hogy a célt el is érte ez a elképzelés, ez a gondolat. Mára már országos rendezvény lett a bogyiszlói bőlérverseny. Elgondoltuk azt, hogy szervez, mi lenne, ha szerveznénk egy hagyományos disznóvágást, adnánk mindenkinek egy állatot tulajdonképpen, amit az ők szokásaik szerint feldolgoznának, és a helyi emberek pedig ezekből készült, helyi és ide látogatók megkóstolhatják. Hát így indult ez, és már az első egy nagyon sikeres rendezvény volt. Idén 7 csapat nevezett a Böllér versenyre. A Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület a rendezvény szervezésében is kivette a részét, mint minden alkalommal, de természetesen ők is vágtak disznót. Érkezett továbbá Budapestről egy csapat, és persze a testvértelepülések képviselői sem hiányozhattak. 4 testvérünk van itt, 2 Erdélyből, Csicsicsó Csernáton, Szerbiából Ada Törökfalu és Slitz a németországi testvértelepülésünk. A rendezvényre minden szórakozni vágyott vártak, a napon nem hiányozhatott a bogyiszlói cigányzenekar sem, akik a sátor közepén húzták a vendégeknek a talpalávalót. Este már zártabb keretek között a csapatok résztvevőinek közös vacsorával zárult a Böllér Fesztivál. Elhunyt Tolna megye talán legismertebb festője, grafikusa Mözsi Szabó István. Az életművét reprezentáló 30 festményt 75 éves korában Tolna városának adományozta, melyekből állandó kiállítás nyílt a helyi múzeum épületében. Munkássága elismeréséül 1987-ben megkapta a Babits plakettet, 1989-ben a Tolna megyei tanács alkotói díját. 1997-ben Babits díjban, 2000-ben a Tolna megyei művészetért plakettben, 2003-ban Tolna városért díjban részesült. Megkapta 2004-ben a Csokonai alkotói díjat, 2009-ben a Magyar Kultúra lovagja címet, 2015-ben pedig a Tolna megyei Prima díjat. Mözsi Szabó István 92 éves volt. Regionális híreink következnek. 10 millió forintból újult meg az orvosi rendelő, modern körülmények között gyógyulhatnak Nyimen. Útépítések Komlón, több városrészt is érintenek a beruházások. 37. magyar sajtófotópályázat, somogyi fényképek a legjobbak között. Új nyílászárók, szigetelés és napelemek korszerűbb körülmények között gyógyulhatnak a Somogy megyei Nyimen. A település a belügyminisztérium egy pályázatán elnyert 10 millió forintból modernizálta az elavult régi létesítményt. Az önkormányzat 500 000 forintos önrésszel is segítette a munkálatokat. Rutinvizsgálatot végeznek a nyimi orvosi rendelőben. Naponta 20-25 beteget látnak el a kissomogyi településen. Időskorúaknak a magas vérnyomásos, diabéteses, meg ha valaki ilyen kedvezményes gyógyszerigénylést szeretné igényelni, ahhoz való adminisztrációs kérések, és általában azért a receptírások mindig, akik beállított terápiájuk van. Az orvosi rendelő felújítására hosszú évtizedeket vártak Nyimen, mostantól azonban egy megújult, modern környezet fogadja a betegeket. Erre nagy szükség volt, mondják a paciensek. Nem voltak ilyenek, mint most, egy kicsit a régi modi. A felújított, korszerű rendelő nem csak a betegek, hanem az orvosok és az ott dolgozó asszisztens munkáját is megkönnyíti. Nagy előrelépés ez Nyimen. Mi hoztuk Ságváról magunkkal az EKG-t, a szükséges dolgokat, nem volt úgy szekrényünk, ahova bepakoljunk. A belügyminisztériumi pályázaton 10 millió forintot nyert a település, emellett 500 000 forint önrésszel is hozzájárult az önkormányzat a felújításhoz. Pluszban még egy napelemrendszert is kapott, hogy korszerű és energiatakarékos módon tudjon működni. Megújultak a nyílászáróink, szigetelés került a padlóba, úgyhogy még ezt kiegészítve egy néhány berendezést is sikerült vásárolnunk. Ez azt jelenti, hogy EKG berendezés és vérnyomás mérő berendezés került még a rendelőbe, mint
kiegészítő. Az ilyen jellegű beruházások stratégiai fontosságúak is, hiszen növelik a falvak és a vidék megtartó erejét, tette hozzá Pistár Péter, Nyín polgármestere. 2018 az útberuházások éve volt Komlón, de a munkálatok idén is folytatódnak. Decemberben egy körforgalmat és 4 kilométernyi útszakaszt adtak át az autósoknak, most pedig a Bartók Béla utcában kezdődött meg az első idei útfelújítási projekt. Nem ez lesz az egyetlen, több városrészben is jelentős beruházások várhatóak. Tavaly 540 millió forintból újult meg Komlón egy 4 kilométeres útszakasz és körforgalom a hozzátartozó közműhálózattal együtt. A beruházás 440 millió forint kormányzati támogatásból valósulhatott meg, valamint a komlói önkormányzat a költségvetéséből 100 millió forintot biztosított. A sokáig a város legrosszabb állapotú utcájának tartott Munkácsi rekonstrukciójának része, hogy több csatlakozó mellékutcát is felújítanak. A Bartók Béla utcában a napokban indult el a munka. Az önkormányzat ehhez több mint 20 millió forintos saját forrást biztosít, és az eddig szegélyek nélküli kátyús Bartók Béla utcában most két oldalon kászegéllyel lezárt út készül, amely megoldja a Meredek utcának a csapadékvíz elvezetését is, és a kászegélyek közé, ahogy az időjárás engedi, az új aszfalt réteg is oda fog kerülni. A Bartók Béla utca közlekedési rendje is változni fog, hiszen meredeksége miatt a Munkácsi Mihály utca felől egyirányú lesz. A viszonylag kis mellékút csak a kezdete az idei komlói útépítési programnak. A legfontosabb a Kossuth Lajos utca rekonstrukciója lesz, amit a Magyar Közút Nonprofit ZRT fog elvégezni. Emellett teljes körű felújítás vár a templomtér Bajcsi Zsilinszky utca környékére is. Somogyi fotósokat is díjaztak az idei, már 37. magyar sajtófotópályázaton. A kaposvári szabadúszó fotóriporter, építész, ifjabb Lőrinc Ferenc sport, valamint természet és tudomány kategóriában is első díjat nyert alkotásaival. Az Atát hír fotósa, Rőrik Dániel pedig harmadik lett a társadalomábrázolás kategóriában. Azt gondolom, hogy az újszerű látásmód, vagy egy olyan megjelenítés, amit nem nagyon látunk. Ugye ebbe a képbe bele lett komponálva a mozgás, tehát a pillanat úszásnál, ahogy a karját az úszó körbefordítja, és nagyon rövid expóval készült. Az egyedisége miatt is érdemelte ki az első helyet ifjú Lőrinc Ferenc alkotása. Mint elmondta, körülbelül 1500 kép érkezett a sajtófotópályázat sport kategóriájába. Így sikerült nyernie ezzel a fényképpel. A természet és tudomány kategória első díját is elhozta a kaposvári építész, fotós, aki fontos témát dolgozott fel. A környezetszennyezésre igyekezett felhívni a figyelmet képével. A tengerek szennyezése az még inkább, és tényleg nagyon sok hulladék van a vízbe, és ezek gyakorlatilag az állatok pusztulásához vezetnek. A delfint meg egyébként is nagyon szeretik az emberek, és ez egy hálás téma. Ez abonóhás zátonyon készült Egyiptomba. Az idei 37. magyar sajtófotó pályázaton 7 egyéni és 7 sorozat kategóriában díjazták a fotókat és a fotósokat. Az Atát hír munkatársa, Rőrik Dániel képe a társadalomábrázolás kategóriában lett harmadik. Miklós bácsi az Öreg ifjú című fotósorozatát pedig a sport kategóriában választották az első 10 közé. Mint a fotós elmondta, a vidékről, a vidéki életről mesélni kell a képek által is. Régóta figyelem már a sajtófotó versenyeket, meg ezeknek a bírálatait, és ugye megfigyelhető volt az elmúlt időszakban, hogy nagy szerkesztőségeknek a riporterei nyernek ezen a versenyen általában. És azért fontos nekünk ez elismerés, mert a mi szerkesztőségünk egy 5 fős csapat, és ebből is látszik, hogy a minőségi munkát hozunk létre egy kisvárosban, de eljuthat Budapestre, és sokan láthatják ezt később, és el is ismerik ezeket a képeket. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége fotóriporterek szakosztálya által meghirdetett 37. magyar sajtófotó pályázaton a zsűri összesen 6305 képet tekintett meg és díjazott. A legjobb fotókból április 4-én nyílik kiállítás a Robert Capac Kortárs Fotográfiai Központban. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Közúti balesetek, 5-en sérültek meg hétvégén Tolna megye útjain.
Fejlesztés, felújítják a vízhálózat egy részét Tolnán. 2019-ben még jobb eredményeket akarnak elérni, munkatársi napot tartott a Hungária takarék. Böllérverseny, 7 csapat vágott disznót a hétvégén Bogyiszlón. Kedden változó vastagságú felhőzet ígérkezik, csak rövid napos időszakok fordulnak elő. Csapadék nem valószínű, hajnalban fagypont köré hűl, napközben több fokkal fagypont fölé enyhül a levegő. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!